kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg most következő műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Balajti József, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Ügyvezető igazgatója lesz, akivel többek között a jövő évi szemétszállítási díjak változásáról fogunk beszélni. Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Balajti József, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mozzárják a második komposztálási pályázatukat az új Széchenyi TEF keretében. Hogy sikerült az első pályázat? Beszéljünk erről egy picit. Mikor volt? Az első pályázatunkat 2010-ben valósítottuk meg. Az első pályázat során mintegy 250 komposztáló edény került a karcagi háztartásokba, és az első pályázat során tapasztaltuk azt, hogy a igényettől jóval nagyobb lenne, elég komoly kis várólistát sikerült összeállítanunk, és nagyon sokan érdeklődtek és jelentkeztek még azután, hogy már a 250 edényt kiosztottuk. Akkor határoztuk el, hogy mindenképpen mi is pályázati forrás és lehetőség lesz, akkor a második körben is kívánunk pályázni. És hát ez a pályázati lehetőség vagy forrás megnyílt, és akkor újra beadtuk a következő pályázatunkat. Mit kell tudnunk erről a pályázatról? Ez a KEOP 6.2.0 konstrukcióban valósul meg ez a pályázat. Milyen rövid gyakorlatilag neve van. Milyen rövid, így van, mondhatnám ezt hosszabban is, mert ugye a pontos pályázati azonosítót is mondhatnánk. Gyakorlatilag ennek a lényege az, hogy fenntartható életmódot vagy fenntartható viselkedés mintákat mutasson a lakosságnak vagy a helyi lakosságnak, és így ennek keretében valósult ez meg, hogy a házi komposztálás népszerűsítő mintaprojektek valósulhattak meg. Ennek a második pályázatunknak a címe egyébként a házi komposztálás népszerűsítése Karcagon 2011-ben. Igaz, hogy már 2012 van, ez egy kicsit áthúzódott egyik évről a másik évre, de gyakorlatilag megvalósult a pályázatunk, és most már mondhatjuk, hogy mintegy 600 komposztáló edény van a háztartásokban, a karcagi háztartásokban. Ez az elsővel együtt? Ez az elsővel teszel? Együtt, így van. Az elsőben 250 komposztáló edény került kihelyezésre. Aztán volt egy másik pályázati forrás, ahol szintén egy 20 darab edényt, ott elsősorban szemléletformálás jelleggel, tehát ott intézményekbe került 20 darab komposztáló edény, most pedig 300 edény került a háztartásokba. És még az ehhez kapcsolódó komposztálási eszközök is. Mit jelent az, hogy komposztálás? Nem mindenki tudja. Így van. Gyakorlatilag ez a komposztálás, ez nem egy nagy találmány, vagy nem egy új keletű csoda dolog. A természetben ez egy hétköznapi folyamat, minden nap lejátszódik például az erdőkben, vagy a mezőkön is. Ez gyakorlatilag egy korhadásos folyamat. Azt jelenti, hogy a szerves hulladék, vagy a biológiailag lebomló hulladékok, ezek gyakorlatilag újra lebomlanak, és a növények számára újra hasznosítható formában jelennek meg a természetben. Itt gyakorlatilag a házi komposztálás esetében az történik, hogy ami a háztartásokban képződik, szerves hulladék, falevél, fű, konyhai hulladékok, ezeket nem kell, hogy a kukába dobjuk. Tehát ilyen krumplihéjén, nem krumplihé, a teljes dobozra így gondolunk. Van, így van, krumplihéj, akkor a különböző gyümölcsöknek, illetve a különböző gyümölcsök, illetve a különböző zöldségféléknek a héja. Ezek gyakorlatilag a háztartásokban úgy kezelhetőek, hogy ezekből újra haszonanyagot állíthatunk elő, tehát a kis kertészkedésünk során, vagy esetleg a növényeink ápolgatása során ezeket újra fel tudjuk használni. Milyen elv alapján működnek ezek a komposztáló edények?
Ezek hogy kell ezt elképzelni? Igen, gyakorlatilag ez a komposzt, nagyon sokféle technológia létezik a házi komposztálásra is, természetesen van ugye nagyüzemi komposztálás is, az egészen más, gyakorlatilag az egy teljesen szabad, nyílt, prizmás komposztálás. Ez a komposztáló edény, amit mi kiválasztottunk, ez egy olyan termék, ami gyakorlatilag azt tudja biztosítani, hogy nem igényel túlzott nagy odafigyelést. Minden más egyéb esetben, tehát hogyha egy nyitott komposztáló keretet veszünk például alapul, ott azért van néhány olyan dolog, amire célszerű odafigyelni, hogy ahhoz, hogy az a komposztálódás tényleg a megfelelő körülmények között és gyakorlatilag a környezetét minél kevésbé zavaróan valósuljon meg. Itt elsősorban arra gondolok, hogy azért egy összehalmozott, frissen levágott fűkupacnak azért bizony van, hát mondom úgy, hogy illata, de mondhatom úgy is, hogy szaga, tehát azért amikor elindulnak ezek a lebomló folyamatok, azért mindenképpen van egy kis kellemetlen szaghatása. Ennél az edénynél ez nincsen. Tehát ez gyakorlatilag ez egy olyan zárt edény, ahol ezek a kellemetlen hatások gyakorlatilag kizárva vannak, tehát nincs kellemetlen szaghatása, illetve alulról úgy van megoldva, úgy van kiképezve az edény, hogy a komposztálódáshoz, tehát a lebomló folyamatokhoz szükséges oxigén, az viszont be tud jutni, tehát az a levegő, vannak ilyen légrések az edény alján. Igazából ezt úgy kell elképzelni, mint egy fordított harangot, ez egy nagy műanyag harang, ez egy 400 literes űrtartalmú. Van, tehát csak ilyen nagyságú van? Vagy nem, van nagyobb is, 1000 literes is, tehát 1 köbméteres is van. Intézményekben van egyébként Karcagon is néhány ilyen nagyobb komposztáló edény. A háztartásokban ezeket a 400 litereseket adtuk ki. Úgy gondolom, hogy ez egyébként egy átlagos háztartásban, egy átlagos kertészkedés mellett ez nagyjából elegendő is. Hihetetlen mértékben össze tud egyébként esni ez az anyag, ami ebbe belekerül. Sokan voltak, akik meglátták ezt az edényt, és rögtön úgy álltak hozzá, hát ez nekik nagyon picike, de azért most már látjuk a gyakorlati tapasztalatokból is, hogy bizony azzal is elboldogulnak, és hát azért nagyon nagy mennyiségű hulladékot, szerves hulladékot lehet ebbe a edénybe komposztálni. Tehát akkor elnézést, azt el lehet mondani, hogy mondjuk akkor ez lépcsőházakba, tehát társasházakba ez nem való. Nem igazán való a lépcsőházakba, társasházakba. Létezik olyan kis közösségi komposztálás is, ahol a társasháznak az udvarán vagy a hozzátartozó közterületen képződő szerves hulladékot, illetve a társasházakba, a konyhába képződő hulladékot lehet esetleg komposztálni. Itt ami problémát okoz, hogy ezt a komposztáló edényt nem igazán tudják zárt helyre elhelyezni, tehát azért arra ügyelni kell, hogy ez lehetőleg ne tűnjön el. És volt egy drága ez az edény. Igen, tehát 1-2000 forint egy ilyen kisebb komposztáló edény is, illetve hogyha egy közösségről beszélünk, az már egy nagyobb 1 köbméterest kellene ott alkalmazni, az már megint csak egy kicsit költségesebb. Volt egyébként érdeklődés társasházakból is. Ott igazából ez akasztotta meg a dolgot, hogy nem tudták úgy elhelyezni, hogy azért felelősséget is tudjanak vállalni. Tehát gyakorlatilag, hogy 5 évig az biztos, hogy ott lesz, helyén lesz, és rendeltetésszerűen tudják használni is. Mennyi ideig tart ez a folyamat, míg most nem hozzáértőként rákérdezek, amíg megérik ez a komposztált anyag? Tehát mikor lehet felhasználni? Igen. Nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok mindentől függ. Egyrészt függ az alapanyagoktól, tehát hogy... Hát ha mondjuk mindent, a krumpli, hajat, füvet, mindent beledobálunk. Az nagyon fontos, hogy minél vegyesebb legyen az alapanyag, annál tökéletesebb lesz egyébként a komposztálódás folyamata, de azt nyugodtan mondhatom, hogyha valaki egy kicsit odafigyel, és tényleg próbálja az útmutató szerint, mert egy komposztálási útmutatót is átadtunk az edényekkel együtt, ha valaki próbálja az útmutatóval együtt ezt tudatosan és kicsit odafigyelve használni, akkor gyakorlatilag az ilyen tavasztól őszig időszakba, tehát egy 6 hónap alatt megfelelő minőségű komposztot nyer ebből az edényből. Nyilván ennek a komposztnak is vannak különböző érettségi fázisai. A legszebb az, amikor ilyen virágföld minőségű, tehát az ábrákon is úgy szokott ábrázolva lenni ez az edény is, hogy alulról már ez a virágföld jön ki. Hát azért ehhez nyilván több idő kell. Egyébként, ami úgy benne képződik, tehát megéri komposzt, azt azért még, hogyha ilyen virágföldet akarunk nyerni, akkor egy ferderostán azt még célszerű átrostálni. De én azt gondolom, hogy nem ez a cél, hogy a virágföldgyártókkal konkuráljunk, hanem mindenképpen ezt már tudjuk hasznosítani, tehát a kertekben, vagy például ősszel a kertekben leásva, ez mindenképpen jól hasznosítható.
Hogyan látják, vagy van-e valamiféle adatok, statisztikájuk arra vonatkozóan, hogy ugye most itt elindult ez a szemléletformálás, hogy az országban mennyire elterjedt ez a komposztálás, mondjuk Karcag vagy a megyénk hol áll ebben a folyamatban országos viszonylatokat tekintve? Pontos adatot erről nem tudnék mondani, de azt látom, hogy ennek a konstrukciónak a keretében nagyon sok településben nyújtott pályázatot. Az első pályázati körben, amikor mi is még elsők voltunk, akkor majdnem hogy mondhatom, hogy ilyen szinte ilyen első fecskék voltunk, mert nem igazán sokan mozdultak rá. Most a második körre már nagyon-nagyon sokan. Változó azonban az, hogy hol milyen eszközt használnak és milyen hatékonysággal. Én úgy gondolom, hogy mi igyekeztünk ezt nagyon jól átgondoltan és nagyon lelkiismeretesen megvalósítani. Pontosan azért, mert nagyon átgondoltuk azt, hogy nem szeretnénk negatív tapasztalatokkal találkozni, és nyugodtan mondhatom is, hogy a most már így látva, hogy közel 600 edény kihelyezésre került, nem találkoztunk negatív tapasztalatokkal. Tehát gyakorlatilag nagyon jók a visszajelzések, szeretik az emberek, az biztos, hogyha valaki kevésbé tud odafigyelni rá, vagy kevesebb energiát tud foglalkozni, vagy kevesebb energiát tud ráfordítani, akkor sem történik, semmilyen nagy hibát nem tud elkövetni, ott egy kicsit lassabb lesz a folyamat, egy kicsit később válik éretté, és de gyakorlatilag semmilyen hibát nem tud elkövetni. Néhány szomszédos településen tudok, hogy vannak még ilyen edények kihelyezésre kerültek már, van például Bucsán, ott még korábban megvalósult, akkor Kumadaras is pályázott, Kisújszállás is, Berekfürdő is. Berekfürdőn konkrétan tudom, hogy ott ugyanilyen edények kerülnek kihelyezésre, Kisújszállás és Kumadarason ott nyitott komposzt keretek kerültek kiosztásra. Hát ott gyakorlatilag ennek a pályázatnak van egy 5 évig tartó fenntartási ideje. Tehát gyakorlatilag 5 évig kell, hogy a lakosok használják ezt a komposztáló eszközt, addig gyakorlatilag a mi tulajdonunk ez az edény, addig mi térítésmentesen bérbe adjuk gyakorlatilag a lakóknak, és utána 5 év után pedig ez az ő tulajdonukba kerül. Most itt a komposztáló keretek, amik fából készülnek, és jellemzően itt ugye egy nedves körülmények között, pontosan egy korhadásos körülmények között történik ez a komposztálás, hát ott az alsó léceknél, vagy az alsó deszkáknál számomra kérdéses, hogy 5 év múlva azzal el lehet-e számolni, de ezzel az edénnyel, amit mi használunk, ezzel egészen biztos. Tehát rendeltetésszerű használat mellett egészen biztos. Említette, hogy iskolákba, óvodákba, intézményekbe is van kihelyezve ilyen eszköz, ilyen edény. Onnan milyen hírek érkeznek? Használják-e a diákok, a gyermekek? Hát itt is vegyesek a tapasztalatok. Nyilván, ahol jól beépül az iskola vagy az óvoda életébe, és olyanok az ottani kollégák, óvónők, pedagógusok, akik tényleg szívügyüknek tekintik egyáltalán ezt a környezettudatos nevelést, illetve szemléletformálást is, ott jól működnek ezek. Ahol már kicsit kevésbé tudnak erre energiát fordítani, ott nem biztos, hogy annyira sikeres. Ebben nekünk is egy kicsit nagyobb részt kellene vállalnunk, tehát jobban rá kellene figyeljünk erre. Benne is van a elképzeléseink között szerepelés, hogy ezeket próbáljuk egy kicsit jobban szemre vételezni, és egy kicsit jobban segíteni. Úgyhogy mindenképpen ezt igyekszünk majd megvalósítani. Nagyon sok helyen van, ahol nagyon jól működik. Tehát tudnék olyan intézményeket mondani, ahol tényleg nagyon lelkiismeretesen, nagyon jól csinálják, pedig éppen a legapróbbakról van szó, és szeretik is, találkoznak vele, és ez nagyon fontos, mert utána ez később, amikor felnőttekké válnak, akkor ez nagyon szépen vissza fog köszönni, hiszen már most is látják, és kíváncsiak a gyerekek, megkérdezik, hogy mi ez, mi célt szolgál ez, mire való ez, és hát nagyon sok szülőhöz is eljutottunk így a házi komposztálás keretén belül, úgyhogy pont a gyerekek hívják fel a figyelmet, hogy létezik ilyen, és akkor nekik is kell otthonra egy ilyen műanyag harang. Jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseik vannak, lesz-e harmadik ilyen pályázat esetleg, vagy van-e lehetőségük pályázni még egyszer? Hát ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy lesz-e még ilyen forrás. Nem tudom, hogy hogy állnak itt az erre elkülönített források vagy keretek. Mint ahogy mondtam is, most a második körben rendkívül sok pályázat benyújtása került. Tehát itt most egy kicsit el is csúszott az egész folyamat. Tehát elképzelhető, hogy az erre a célra kijelölt forrás vagy rendelkezésre álló össze ki is merül. De ha lesz harmadik, akkor én úgy gondolom, és ha érdeklődő is lesz, meg úgy látjuk, hogy az újabb várólistánk szépen kezd gyűlni, akkor én azt gondolom, hogy megpróbálkozunk vele, tehát mindenképpen szeretnénk pályázni, természetesen akkor, hogyha a feltételeknek is meg tudunk felelni, mert
Nyilván itt azért voltak a pályázatnál különböző feltételek, hál' Istennek most itt gyakorlatilag volt egy olyan kritérium, hogy a célcsoport nem lehet azonos, tehát nyilvánvaló ugyanazoknak nem oszthatunk ki még egyszer komposztáló edényt, akik már egyszer kaptak, tehát ezt mindig új háztartásokba kell elhelyezni, de egy szóval szeretnénk, hogyha úgy lesz, akkor mindenképpen rá fogunk mozdulni, és mindenképpen fogunk pályázni. Beszéljünk most a szemétszállításról. Jövőre vonatkozóan milyen változások lesznek, ha lesznek? Akár anyagilag, akár valami szerkezeti dolgot érintve. Minden tekintetben lesznek változások. Hát itt a hulladékos szakma most pontosan egy új törvényalkotás stádiumában van. Annyira aktuális ez a téma egyébként, hogyha jók az információm, akkor tegnapi nap elfogadta a parlament a hulladékgazdálkodási törvényt váltó törvény a hulladékokról, tehát ez most már a pontos neve. Gyakorlatilag ez tartalmaz néhány új elemet, ami azért a közszolgáltatókat, illetve a hulladékkezelőket, köztünk bennünket is, hát elég érzékenyen fog érinteni, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a hulladék gazdálkodást és a hulladék gazdálkodásnak, hogy tényleg, hogy gazdálkodás legyen, azt viszont egy jó irányba fogja ez elvinni. Konkrétan arra gondolok, hogy a jövő évtől bevezetésre kerül egy úgynevezett lerakói járulék. Ez azt jelenti, hogy a hulladékkezelők, akik hulladéklerakókat üzemeltetnek, és eddig ugye szépen pakolták be ebbe a hulladéklerakóba, pakoltuk be ezeket a hulladékokat. Ezeknek a hulladékkezelőknek a jövőben, tehát január 1-től egy úgynevezett hulladéklerakói járulékot kell fizetni, ami kilogrammonként van meghatározva, tehát gyakorlatilag a mértéke a lerakott hulladék után fizetendő kilogram, és ez most jelenleg 3 forint, hogyha ezt tonnába fejezzük ki, akkor gyakorlatilag 3000 forint per tonna. Ez nyilván azt próbálja elérni, és azt a célt szolgálja, hogy ami csak a hulladéklerakótól eltéríthető, azt minél nagyobb mértékben térítsük el, és ez tényleg rendkívül jól felfogott érdekünk, mert ugye egy hulladéklerakónak a megépítése, megvalósítása azon túl, hogy nem is egyszerű kijelölni olyan területeket, másrészt iszonyú nagy költség, tehát mindenképpen komoly anyagi terhet jelent, és hát az egy nagyon jó felfogott érdekünk, hogyha már van egy drága pénzen kialakított hulladéklerakónk, akkor azt lehetőség szerint minél tovább tudjuk használni, és pontosan arra a célra használjuk, amire ezt kell. Tehát fölösleges olyan dolgokkal telepakolnunk, aminek lenne más helye is, vagy más útja is. Hát sajnos most az elmúlt években, vagy egyáltalán most jelenleg nem tartunk még itt a szemléletben, tehát sok esetben úgy vagyunk, hogy mindent beleteszünk a kukába, és akkor attól gyorsan meg is szabadulunk, mert majd jön a szolgáltató, ő szépen elszállítja. Ha már mi is vegyesen begyűjtöttük, akkor azzal nem tudunk gyakorlatilag mit kezdeni jelen pillanatban, tehát akkor az bekerül a hulladéklerakóba, és hát meg fogjuk fizetni utána a jövő évtől a lerakási járulékot. Most azt nagyon fontos azt is elmondanom, hogy gyakorlatilag most a törvényalkotónak a szándéka nem az, hogy ezt most gyorsan terheljük is át a lakosságra, mert ezt is szabályozta, tehát nem tudunk olyan mértékben emelni a lakossági díjakon, mint amilyen mértékű lesz ez a lerakói járulék. Nyilván ez arra fog bennünket ösztönözni, hogy minél jobban próbáljunk elkülönítetten begyűjteni, minél többet próbáljunk kommunikálni a lakosok felé, hogy tényleg ők is próbálják minél inkább elkülönítetten gyűjteni, és hát mind a mellett kell ezt úgy megvalósítsuk, hogy még a környezetünket se szemeteljük tele gyakorlatilag, tehát nem tudunk olyan szankciókat alkalmazni, hogyha valaki most nem jól gyűjti, akkor azt most nem visszük el. De lehet olyanokat hallani, hogy 2015-től kötelező lesz a legtöbb. 2015-től ez így van, ebben a törvényben szintén benne van ez is, hogy 2015-től kötelező lesz mindenkinek a szelektív gyűjtés. Halkan jegyzem meg, hogy elvileg ez most is így van. Tehát a mostani törvénykezés is azt mondja, hogy ahol lehetőség van arra, hogy például szelektív gyűjtő szigetek állnak rendelkezésre, Karcagon vannak ilyen szelektív gyűjtő, 17 darab ilyen szelektív gyűjtő sziget van, ott azt köteles használni a lakos, illetve Karcagon még ugye a sárga zsákos házhoz menő szelektív begyűjtés is van, elvileg ezt is köteles lenne a lakos igénybe venni. Hát én szeretnék is mindenkit arra buzdítani, hogy vegyék igénybe, tehát minél nagyobb számban vegyék igénybe, és próbáljanak minél tisztábban gyűjteni, tehát minél kevésbé szennyezett anyagokat elhelyezni ezekbe, mert ezzel is tudják a mi munkánkat is segíteni, azáltal, hogy egyrészt a lerakói járulékba kevesebbet fizetünk meg, nagyobb marad, tehát több szabad kapacitásunk marad, ezáltal hosszabb távon tudunk itt karcagi lerakóba pakolni, illetve hosszabb távon tudjuk a saját magunk hulladékát saját magunk kezelni,
Illetve hát az is nem titok, és el is árulom, hogy ezeket az anyagokat mi tudjuk, le tudjuk válogatni fajtánként, külön válogatjuk, és ezek gyakorlatilag egy új csatornán keresztül értékesítésre kerülnek. Most már a tavaly évtől felállt a Magyarországon az Országos Hulladékgazdálkodás Ügynökség, ők koordinálják a szelektív hulladéknak a begyűjtését, és ők gyakorlatilag erre támogatást is adnak a szolgáltatónak. Tehát valamennyi összeget, vagy valamilyen összeget el is tudunk erre érni, erre a begyűjtésre. Még most is ott tart azonban, hogy olyan éppen rentábilis talán. Tehát azért ez nem jelenti azt, hogy rengeteg pénzünk lett ebből a dologból, de azért mindenképpen egyfajta segítség, tehát nem, eddig nagyon mínuszos volt a szelektív hulladékgyűjtés, most már ott kezdünk tartani szépen lassan, hogy körülbelül olyan null szaldóra ez a része kijön. De mindenképpen jó, mert ez sem terheli a lakosságot, tehát nem kell külön ezután fizetni sem. 17 szelektív, ilyen szelektív hulladékgyűjtő sziget van Karcagon. Igen. Lesz-e bővítés, van-e rá mód lehetőség? Vagy egyelőre ez így kiszolgálja a várost? Én úgy gondolom, hogy ez így elég jól kiszolgálja a várost. Azt tudni kell, hogy a szelektív gyűjtősziget kevésbé hatékony, mint a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat. Nyilvánvaló a lakosoknak is sokkal kényelmesebb. Tehát nem kell elvinni egy gyűjtőszigetre, hanem otthon a háztartásba szépen ebbe a sárga zsákba belegyűjti, és akkor a hulladék naptár szerint, és ez nagyon fontos, szeretném hangsúlyozni, hogy a hulladék naptár szerint kellene kitenni ezeket a hulladékokat, és akkor mi ezt szépen elszállítjuk, és akkor tényleg tudja azt az utat járni, amire hivatott ez az egész sárga zsákos, vagy ez az egész elkülönített rendszer. A gyűjtőszigeteknek igazából az lenne a cél, hogy ott azokat a nagyobb népsűrűségű helyeket kellene megcélozzuk, mint például egy-egy lakótelep, amit azért részben ez meg is valósult, tehát Karcagon is azért igyekeztünk annak idején, vagy igyekeztek a elődeink is úgy elhelyezni ezeket a szigeteket, hogy azért lehetőleg az ilyen nagyobb lakótelepek, illetve az ilyen nagyobb bevásárló áruházak közelében legyenek ezek a szigetek. Tehát gyakorlatilag ezek azt a célt szolgálják igazából, és még egy nagyon fontos, hogy az üveget azt viszont csak ott tudjuk gyűjteni. Tehát felmerült korábban az is, hogy lehet, hogy ezekre nincs is szükség, ezekre a gyűjtőszigetekre, mindenhol legyen a sárga zsákos begyűjtés. Van, mert ahol én lakom, például társasházban, ott mindig tele van. Tehát van olyan, hogy alig lehet a PET palackot belevenni. Így van, tehát telnek azért ezek szépen, tehát mindenképpen a létjogosultság az abszolút igazolt, ezt látjuk, mert gyakorlatilag a PET palackokat minden héten ürítjük, ilyenkor téli időszakban majdnem elég a két hét is, de... Kevesebb ásványvíz fogy. Persze, tehát ilyenkor nyilván kevesebb üdítő, kevesebb ásványvíz fogy, de nyári időszakban mindig ürítjük, tehát minden héten kell folyamatosan ürítsük. A papír is a nyári időszakban jobban, ilyenkor kevesebb a papír, ott ugye több kerül ilyenkor a tüzelés céljára, tehát többet eltüzelnek a lakosok. Az üveg az nagyjából folyamatosan érkezik a különböző színes, illetve a fehér üvegek, és ezeket csak itt tudjuk gyűjteni. Tehát ezt a sárga zsákos begyűjtéssel nem tudjuk gyűjteni. Egyrészt azért, mert ugye össze tud törni, akkor kivágja a zsákot, tehát szétszóródik. Másrészt meg, ahogy mondtam is, tehát ezt utól válogatjuk. Kollégáim kézzel válogatják ezeket a szelektíven begyűjtött hulladékokat. Ezért rendkívül fontos, hogy ez azért olyan tisztaságú legyen, meg olyan minőségű, hogy azért mindenkit kérek arra, hogy gondolja végig, hogy ezt tényleg emberek válogatják még ezt a hulladékot, és hát nyilván ez itt baleset veszélyes is lenne, hogyha ebbe üveg lenne, tehát ezt így nem tudjuk gyűjteni, csak a szelektív gyűjtőszigeten. Tehát a létjogosultsága megvan. Én úgy gondolom, hogy legfeljebb csak területi átrendeződés lehet. Én azt látom, hogy bővíteni nem nagyon gondolnánk. Most egyelőre mindenképpen próbáljuk a házhoz menő begyűjtőjáratot azt erősíteni, és azt próbálni a lakosok felé sugalni, hogy azt használják. Az nekünk is az a legjobb és leghatékonyabb. Sárga zsák. A Déri névben szokták osztani. Ugye meg vannak jelölve ebbe a hulladéknaptárba, ha jól tudom, hogy mikor lesz zsákosztás. Mennyire látja, mennyire népszerű ez? Igen. Gyakorlatilag a hulladéknaptárunk, az, amit kiadunk, mindig egy-egy fél évre adjuk, ez gyakorlatilag egy hulladékszállítási prognózis, tehát abból szépen kiolvashatja a lakos, hogy ilyen és ilyen hónap, ilyen napján milyen hulladékfajtákat szállítunk el az ingatlan elől. A kommunális hulladék elszállítása, tehát a klasszikus kukás elszállítás, az gyakorlatilag mindenkinek különböző karszak, különböző körzetein, különböző napokban van. Tehát az mondjuk, ha valakinél keddi napon van a hulladék elszállítás, akkor ő tudja, hogy minden hét keddjén elszállítás van. Kivételt képez ez alól az ünnepnapok, de akkor azt mindig ugye előzetesen jelezzük, illetve a hulladék naptárban már azt is prognosztizáljuk, tehát azon már nem szoktunk változtatni.
És a hulladék naptárban megvannak jelölve a sárga zsákos begyűjtések is, illetve a barna zsákos begyűjtések is, és valóban ezeket a zsákokat mindig fél éves ciklusba szoktuk átadni a lakosok részére. Van egy meghatározott mennyiség, 15 darab barna zsákot szoktunk egy fél évre biztosítani, illetve 10 darab sárga zsákot. Erre két lehetőség van ennek a felvételére. Az egyik lehetőség kint nálunk az ügyfélszolgálati irodánkban, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Székhelyén a Villamos úton, ahol gyakorlatilag a városgondnokság is van, lehet, hogy így jobban tudják a kedves nézők. És a másik lehetőség pedig az, mivel ez eléggé kint van, mindig úgy szoktuk megszervezni, és ebben ezúton is szeretném megköszönni a Dérinének, a munkatársainak a közreműködését is. Úgy szoktuk megszervezni, hogy minden fél év elején van gyakorlatilag egy délután, amikor a Dérinébe betelepülnek a munkatársaim, vagy betelepülünk, és akkor ott osztjuk ki a kedves lakosoknak a sárga, illetve a barna zsák adagot. Ki van szépen ezt porciózva, mindenkinek szépen összekészítjük. Oda gyakorlatilag egy hulladékszállítási számlát kell, hogy magukkal mi hozzanak. Mi a feltétel? Igen, hát ezt sokszor kérdezik. Az fontos, hogy azt hozzák el magukkal. Gyakorlatilag ez megkönnyíti a mi munkánkat is, mert egyrészt látjuk azt, és ez fontos, hogy annak szeretünk elsősorban zsákot adni, akinek nincsen tartozása sem, tehát rendszeresen fizeti a hulladékszállítás díját is. Ez gyakorlatilag a számláról rögtön látjuk, mert ott a számla alján ott van az egyenlege a kedves ügyfélnek, illetve azért fontos, hogy gyorsan be tudjuk azonosítani, mert mi is ezt vezetjük, tehát nekünk ezt regisztrálnunk kell, hogy kinek adtuk már át a zsákot gyakorlatilag. Tehát nem kell személyigazolvány. Személyigazolvány nem kell hozzá, egy hulladékos számla az gyakorlatilag elegendő. Egyébként mindig úgy szoktunk kitelepülni, hogy számítógépes nyilvántartás is ott van nálunk, tehát igazából gyorsan tudjuk ezeket a dolgokat kontrollálni, de nyilván tekintve, hogy elég sok és elég nagy az érdeklődés, ez ugye a kérdésnek a másik része, igen sok ember szokott összegyűlni ott egy-egy ilyen délután, és pontosan azért, hogy gyorsan tudjon haladni a menet, ha ott van a számla kéznél, akkor sokkal gyorsabb ez a történet, mert hogyha még keresgetnünk kell a számítógépbe, akkor az nyilván egy kicsit hosszabb idő. Egyébként tényleg örvendetes, mert nagyon sokan vesznek most már részt, most már szerintem, ha jól tudom, olyan 1600 háztartás körül tartunk. Hát én azt is nagyon jól tudom, hogy elsősorban nagyon sok embert a barna zsák vonz inkább, a faleveleknek, meg ugye a levágott fűnek való zsák, de én bízom benne, hogy ezzel együtt előbb-utóbb a sárga zsákra is kedvet kapnak, és egyre hatékonyabban és jobban fogják gyűjteni. Egyébként szépen jönnek be a sárga zsákok is, tehát azért azt tapasztaljuk, hogy azért szépen gyűlik az is. Szeretném majd, hogyha kitérnénk egy picit még a barna zsákra, mert ez itt a lerakási járulékkal ez igen hangsúlyos lesz. Azt tudni kell, hogy a kukás hulladéknak, vagy egy kukának a tartalmát, hogyha megvizsgálnánk, akkor látjuk, hogy most jelenleg körülbelül egy ilyen 35-40% az bizony szerves, lebomló hulladék. Kivételt képez ez alól az, akik háztartásban saját maguk komposztálnak, mert ott már azt remélem, hogy ott már kevesebb ez a szerves, lebomló hulladék. Itt kapcsolódik egy kicsit össze ez a két dolog, és itt igazából értelmet nyer most már majd a lerakási járuléka, hogy jól felfogott érdekünk, hogy ezt a szerves hulladékot minél nagyobb mennyiségbe kivegyük a kukákból, tehát eltérítsük a kukásbegyűjtéstől. Egyrészt a házi komposztálással, tehát akik ugye végzik, ők egy részét tudják a háztartásban komposztálni, illetve a másik lehetőség a barna zsákoknak a használatával. Tehát azt is szeretnénk kérni a tisztelt lakosoktól, hogy most már ne a kukába gyűrjék be se a levágott füvet, se a falevelet, hanem lehetőség szerint vegyék igénybe a barna zsákos begyűjtésünket, vegyék föl a barna zsákjuk, adagjukat, ami ugye jár egy adott fél évre, és lehetőség szerint a hulladéknaptár szerint tegyék ki a barna zsákot az ingatlan elé. Gondolkodunk rajta a jövőben, hogy módosítunk ezen a rendszeren. Jelenleg két hetente gyűjtjük a barna zsákot, és havonta egyszer gyűjtjük a sárga zsákot. Én úgy gondolom, hogy a sárga zsák begyűjtése az így a havi egynél meg is marad. Én úgy látom, hogy ez így viszonylag költséghatékony. Itt ez alatt azt értem, hogy igaz, hogy most egy hónapig kell tárolja a kedves lakos, aki úgy gyűjti szelektíven a sárga zsákba, de ha két hetente elhoznánk, akkor egy kicsit úgy érzem, hogy nagyon sok fél zsákkal találkoznánk. És igen, nyilván ennek a zsáknak van egy bekerülési költsége. Hát meg ugye fél évre, ha 6 zsák... 10 zsákot adunk egy fél évre, tehát gyakorlatilag több mint egy zsák jut egy-egy hónap. És azért nem célunk az, hogy most minél nagyobb mennyiségű hulladékot termeljünk, de ha már megtermelődik az a hulladék, akkor jó, hogyha szelektíven kerül begyűjtésre.
Igazából úgy gondolom, hogy ez úgy fog, így marad, hogy egy hónapban egyszer fogjuk begyűjteni. A szerves hulladéknál, tehát a barnazsáknál viszont lehet, hogy változtatni fogunk. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok háztartásnál nem nagyon tudnak egyrészt igazodni a hulladék naptárunkhoz, az is lehet, hogy nem is nagyon akarnak, pedig én nagyon szeretnék mindenkit kérni, hogy egy kicsit próbáljon akarni ez a hulladék naptárhoz is egy picit igazodni. Arra gondolok konkrétan, hogy sok esetben megtörténik. Nyilván egy adott háztartásban lehet, hogy éppen a tisztelt ügyfélnek akkor van ideje, levágja a füvet, kihelyezi, tehát nem tárolja ő egy hétig, nem is nagyon lehet egyébként a zsákba a füvet. Kirakja, és akkor, hogyha nekünk rendes kommunális hulladék gyűjtésünk van, sajnos akkor nem tudunk. Kénytelenek vagyunk elvinni, mert jelenleg a karcagi rendszer olyan, hogy ami kikerül a háztartások elé, azt igazából elszállítjuk. Most még elszállítjuk. De nagyon... Jövőre egy kis cetlin bolcsa, igen, majd a jövő nagyon, nagyon gondolkodunk ezen. Nyilván én is látom azt, hogy nem biztos, hogy megtehetjük azt, hogyha valaki levágta a füvet, kiteszi, és akkor azt mondjuk, hogy nem, bocs, majd a jövő héten visszük el, mert addigra az ott megindul, az ott szépen elkezd rothadni a bazsákba, az jó kis levet enged, tehát utána már nekünk is problémásabb az elszállítás is. Tehát éppen ezért gondolkodunk azon, hogy lehet, hogy jövőre úgy szervezzük a járatot, hogy minden áldott nap lesz szerves legyűjtés, és minden áldott nap lesz a kommunális legyűjtés is. Tehát magyarán egy járat végigmegy a városba, összeszed az összes szerves hulladékot, azt egyébként eltérítjük jelenleg a lerakótól, tehát nem az nem kerül a lerakásra, és utána szedjük be a kommunális hulladékot. Nyilván ez nekünk is érdekünk, mert akkor, amit eltérítünk, akkor azután nem fizetjük meg a lerakói járulékot sem, de szeretnénk kérni, szeretnénk is ösztönözni majd a lakosságot arra, hogy minél inkább úgy a naptár szerint, vagy a megfelelő tematika szerint, úgy, ahogy azt kérjük, hogy egy kicsit igazodjanak hozzánk. Tényleg igyekszünk alacsonyan tartani a díjat, én azt gondolom, hogy egy elég korrekt árszinten van még a karcagi hulladékszállítás díja. Szeretném elmondani azt is, hogy most augusztusban találkoztunk egy felméréssel. A hulladékszállítók szakmai szervezete, a Köztisztasági Egyesülés végzett egy ilyen felmérést augusztusban. Az ország 74 településébe megvizsgálta, hogy milyen hulladékszállítási díj van. Jó helyen állunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ráadásul mi mindent elszállítunk. Tehát ezek mellett, a szolgáltatások mellett, még hogyha egy-egy háztartásban nem egy kukány, hanem mondjuk másfél vagy kettő képződik, akkor is azt is elszállítjuk. Ez nagyon sok helyen nagyon szigorúan limitálva van, tehát egy kuka, sőt még olyan is van, ahol még a kukának is a teteje is le kell, hogy legyen csukva, mert ha egy nejlonszatyó még kitartja, akkor a szolgáltató leveszi, leteszi a kuka mellé, és csak a kukát üdíti ki, tehát még ilyen is van. Hát akkor nagyon humánus. Így van, tehát nálunk azért a közszolgáltatás igen-igen humánus, és ehhez képest a felmérés szerint a legalacsonyabb díj az bruttó 1111 forint volt per hó. Mi most jelen pillanatban még 1311 forinton vagyunk, és a legmagasabb díj pedig ilyen 4500 forint körüli díj volt. Tehát én azt hiszem, hogy ezt látva azért igen-igen jó helyen vagyunk. Természetesen el kell mondanom, hogy nekünk is kell, hogy emeljünk, mert nyilván a költség, mint ahogy mindenki látja, tehát a mindennapi életben is azért a költségek sajnos emelkednek. Nekünk is gázolajat kell tankoljunk a gépeinkbe, tehát nyilván annak is egy igen jelentős ára van, és egyébként 2012-ben nem is emeltünk árat. De nem várható nagyon magas áremelés. Nagyon magas áremelés nem várható. Én úgy gondolom, egy kis árkorrekciónak nevezném ezt. Tehát lesz azért némi emelés. Egyébként a hulladéktörvény szabályozza is ezt, hogy 4,2%-ot lehet emelni a 2012-es díjhoz képest. Nálunk lesz most úgy gondolom még az utolsó hónapban lesz egy módosítás, tehát itt lesz némi emelkedés, mert a 4,2% nem fogja fedezni a költségeinket, és még egyszer hangsúlyozom, hogy 2012-ben nem emeltünk. Tehát bár a törvény lehetőséget adott volna már április 15-től emelni 2012-be, de nem volt díjemelés, tehát gyakorlatilag a 2012 decemberétől, hogyha lesz díjemelés, és akkor is azt azért sok hónapot megspórolt a kedves lakosság, tehát végeredményben muszáj vagyunk valamilyen szinten változtatni ezen, mert nyilván nagy ráfizetésekkel nem lehet üzemeltetni ezt a rendszert. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és további jó munkát kívánunk meg, mivel közeledik az évvége, kellemes ünnepeket. Köszönöm szépen, és én is viszont kívánom. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.
Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb és érdekesebb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Születésnapra készülődik most a Erkel Ferenc Alapú Művészetoktatási Intézmény. Nem kisebb ember születésnapját ünneplik, mint a névadóit, Erkel Ferencét, aki innen nem is olyan nagyon messze Gyulán, mint Erkel Ferenc született. Igazgatónő, hányadik Erkel születésnap ez már itt a Szabó József utcán? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit. Erkel Ferenc születésnapját immár 7. alkalommal ünnepeljük itt a Művészeti Iskolában, hiszen 2005-ben vettük fel a nagy magyar zeneszerzőnek a nevét, és akkor készült el az iskola falán Erkel Ferenc domborműve is, melyet a híres karcagi szobrászművés Györfi Sándor alkotta. 7 év alatt szokták mondani, megújul az ember szervezete. Hogy érzi magát a 7. évfordulón, 7. évben az Alapfogó Művészetoktatási Intézmény közönségesem nevén a zeneiskola? Úgy gondolom, mint minden más intézmény itt Karcagon, illetve az országban, sok-sok kihívással teljesek a mindennapok. Igyekszünk ezeket a kihívásokat megoldani, illetve megfelelni minden olyan partnerünknek, aki ugye kapcsolatban van a művészeti iskolával, elsősorban a gyermekeknek, akik ide járnak, hogy azok az elvárásaik mindig teljesüljenek, amelyekkel ide belépnek a művészeti iskola kapuján. Igyekszünk a szülőkkel is minél szorosabb kapcsolatot tartani, hiszen úgy gondolom, hogy a nevelésben nem csak az iskolának, hanem a szülőnek is nagyon nagy szerepe van, illetve mindig az aktuális elvárásoknak, amit ugye a környezetünk, a világ diktál nekünk, annak mindig igyekszünk megfelelni a magunk módján, a művészetek eszközeivel. És mennyiben játszik szerepet ebben a megfelelni vágyásban az erkeli élet, ami igen-igen összetett? Önök vajon ezekben mindben igyekeznek a sakkot mondjuk leszámítva helytállni itt Karcagon, vagy sikerül mindebben helytállni? Igen, ugye Erkel az egyik legnagyobb magyar zeneszerző, mondhatnám azt is, hogy hazafias zeneszerző, hiszen neki köszönhetjük a nemzeti imádságunk, a himnusznak a létrejöttét is, és ugye számos olyan operája van, amely kifejezi a magyarságot, a magyarság tudatot. Beszélek itt a Hunyadi Lászlóról, vagy a Bánkbáról, és számos kórusművel is ugye büszkélkedhet. A pedagógiai programunkban, illetve a tanítási órákon, ilyenkor az évforduló környékén, és hát egész évben igyekszünk a tananyagot úgy összeállítani, hogy az idejáró növendékek megismerkedjenek Erkel életrajzával is, életével, illetve műveivel, és legyen egyfajta áttekintésük arról, hogy ki is volt ez a zeneszerző, és milyen műveket írt. És hogy jegyezesedik ki ez a mai estében, ami mindennek a csúcsa, ugye a névadó születésnap és a névadó zeneszerző, vagyis hogyan állították össze a születésnapi programot? Természetesen lesz erkelmű is a mai estén, a Hunyadi Lászlóból fog a kedves közönség egy részletet hallani, mégpedig a Mária áriáját, majd a Klarinét együttes előadásában, de nem minden műsorszám erkelmű lesz. A mai estének a tematikája az volt, hogy magyar művek hangozzanak el, magyar zeneszerzők, magyar művei, és minden gyermek és kollega így készült a mai estére. És hát önök pedig fénnyel, és hát nagyon sok szép ragyogó mécsessel további jó ünneplést kívánunk önöknek, és köszönöm minden. Én is nagyon szépen köszönöm, és kívánok magunknak még sok-sok 7 évet.
Köszöntöm nézőket, itt vagyunk itt az ipari parkban, hiszen elkezdődött az a beruházás, amiről hónapokkal ezelőtt beszéltünk, Varga Nándorral beszélgettünk. Itt javában már a földmunkák zajlanak, és úgy tudom, hogy beljebb azért már jobban lehet látni a munkákat. Köszöntöm a tévénézőket, és a korábbi tájékoztatásnak megfelelően már egy év telt el szinte, mikor legutóbb beszéltünk. Szerencsére ott tart a dolog, hogy az idő megkegyelmezett nekünk, és a munkálatokat tudjuk végezni. Az ipari park feltáró útjának kivitelezése folyik jelenleg. A 621 méter hosszú feltáró útról már közel 400 méterről a humusz réteget eltávolították. Jelenleg a geotextíliát terítik le, és arra pedig homokot terítenek. A homokterítés azért szükséges, hogy a geotextília ne szakadjon ki. Ezt követően agyagot fogunk a homokra rátenni, és ezt az agyagos réteget be tudjuk tömöríteni 95%-ra. Ezzel meg lesz az út töltés része, amellyel az idén szeretnénk végezni. Ez tavaszig ráér ülepedni, és az ülepedés után a tavaszi következő munkánk az lesz, hogy egy ismételt tömörítést követően a út felépítményét, a CKT betont, illetve a bitument helyezzük el rá. Addig viszont még sok egyéb munkánk lesz majd. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mi ez a sok egyéb munka, hiszen az időjárás remélhetőleg kegyes lesz, és tényleg tudnak nagy üzemben dolgozni, ahogy most itt mögöttünk is látszik. A sok egyéb munka az egyéb közművek megvalósításából áll. Többek között ivóvíz, szennyvízvezeték létesítése, szennyvíz átemelő építése majd a forduló közepén, villamosenergia, gázenergia ellátás, csapadékvíz elvezető csatorna és járda, aminek az építését beterveztük. Ez összesen közel 260 millió forintba fog kerülni, melyből 120 millió visszanemtérítendő támogatás az Európai Unió és a magyar kormány által támogatás formájában. Mekkora területet közművesítenek most itt? Most amit közművesítünk, az 1,5 hektár, ahol maga a közmű helyezkedik el, tehát az út és az egyéb infrastruktúra, de ez 15 hektár területet fog majd ellátni közművekkel. Tehát erről az útról tudnak majd a leendő betelepülők behajtani, innen kapnak ivóvizet, a szennyvizet ide tudják csatlakoztatni, és a többi infrastruktúrával ugyanígy. Több eszám bemítette a leendő betelepülőket, kikről tudunk, hiszen az alapkületételben is hangzottak már el Székely Istvántól információk arról, hogy továbbra is tárgyalnak, tehát szeretnék az egész területet benépesíteni. Továbbra is tárgyalunk, de kettő céggel már előszerződést kötöttünk. A 5 hektáros terület az útnak a végén, ez a Püspökladányi út felőli vasúti átjárónál épül az elektronikai hulladékhasznosító. Ott tart a dolog, hogy kiemelt kormány támogatással 1 milliárd 650 millió forint támogatást kapott ez az elektronikai hulladékhasznosító Kft. És a teljes beruházási összege 3,5 milliárdos lesz. Ennek a kivitelezését januárban fogják megkezdeni. A mai napon délután jönnek az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől a területbejárásra, ahol a kivitelezőkkel a helyszínen fogják leegyeztetni a kivitelezés egyes fázisait. A másik betelepülő az itt a Kun szobor mögötti terület, 2,5 hektár területe. Egy Recipet Kft. Nevű cég fog fejleszteni. Ők az Aquarius Aqua, a Magyarország legnagyobb ásványvíz forgalmazójának az al cége, tehát ők valósítják meg azért, hogy egyrészt az ő általuk kibocsájtott
PET-palackokat, másrészt az egyéb PET-palackokat, amit szelektíve összegyűjtünk mi is Karcagon, azokat feldolgozzák, és újrahasznosítva ismételten lehessen PET-palack formájában a vásárlóknak továbbadni. Akkor ez tényleg igaz, hogy ez egy ökopark lesz, ahogy itt elhozott a alapkületételnél, és szó volt korábban arról, hogy tárgyalnak még újabb cégekkel a volt téglagyár melletti területre is. Itt tud-e valami új információval szolgálni? Igen, korábban még csak arról beszéltünk, hogy az ipari park tervbe vette a volt téglagyári terület megvásárlását. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy ez október 30-án megvalósult. Egy héttel ezelőtt a terület átadása is megtörtént. Most már a Karcag Ipari Park Kft. Tulajdona, ebből ipari park ipari területként hasznosítható, ténylegesen 13,5 hektár. A többi 50 hektár terület az részben agyaggödör, részben tó. Na most ezeknek a hasznosítására is az önkormányzattal megvan a közös tervünk. Erről az egyeztetéseket követően majd valószínű az önkormányzat vezetőivel közösen fogunk tájékoztatást adni. Azt hiszem, hogy ez jó hír, hiszen itt még korábban csak vártuk ezeket a híreket. Én ehhez jó munkát kívánok és hasznos tárgyalást önöknek, hogy be tudjunk számolni arról, hogy minél több területet sikerül megértékesíteniük. Köszönöm szépen, én meg remélem, hogy az előbb említett két betelepülő már a nyár folyamán ki tudja választani azokat az embereket, akiket ezeken a telepeken foglalkoztatni tud, és a későbbiekben őszre, mire beindul a teljes üzem, addigra sok embernek tudunk munkát biztosítani. Nagyon reméljük, hogy így lesz, és addig is jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Már most is mondhatnám, hogy mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, de itt annyira változnak a dolgok, hogy remélem fogunk még találkozni az idén is. Tavaly a helytörténet és a honismeret volt a Magyar Tudomány Napja konferenciájának témája, az idén a nyelvészet és a tárgyi néprajz kutatói tartottak előadásokat. Főleg azért, mert idén először ünnepeljük a magyar nyelv napját, november 13-a a napja ettől az évtől kezdve, és úgy gondoltuk, hogy ideje összefoglalni, megnézni, hogy hol is tart a nyelvkutatás, a kun nyelvkutatás, a táj nyelvkutatás. E témák lesznek ezen a konferencián elsősorban, mind tudósok, mind olyan tanárok, akik e témával foglalkoznak. A másik téma a tárgyi örökség, pedig azért aktuális, mert a múzeumokban őrzött tárgyak értéke egyre inkább emelkedik. Ezt ne forintba értsék, hanem eszmei értékbe, fontosságot illetően egyre nagyobb szükség van arra, hogy a régi paraszti életmód tárgyait, munkaeszközeit megismertessük a nagy közönséggel. Fogynak a régi tárgyak, a régi mesterségek, életformák, az adatközlők, ezzel együtt a néprajztudomány is átalakul. Két irányba fejlődik a néprajztudomány, az egyik a történeti néprajz, amely új források és elsősorban levéltári források felkutatása és feldolgozása, amit megcéloznak. A másik pedig a jelenkutatás. A kutatások kiszélesednek, más rokon tudományokhoz kapcsolódnak. Megfigyelhető az nem csak a néprajztudománynál, hanem más tudományágaknál is, hogy ilyen interdisziplináris tudományközivé válnak a kutatások. A néprajzi kutatások eddigi megállapításainak összegzése folyamatos országosan legalábbis. Országosan ugye a nagy sorozatok folyamatosan jelennek meg, immár vége felé jár a magyar néprajz kiadása. A kunságot illetően még ez a feladat a tervezés szintjén van.
Reméljük, hamarosan a Kunságon is elkezdődik. Vásár István professzor, turkológus Budapestről érkezett a konferenciára, mint mondja, Karcag neve régóta ismerősen csengett tudományák képviselői között. A városból ugyanis számos néprajzkutató és török nyelvész került fővárosi egyetemekre, előbb mint hallgató, utóbb mint oktató. A kunok, mint a mai tanácskozáson is sokszor lesz róluk, a 13. században települtek be közismerten ide Magyarországra, és ők egy török nyelvű nép volt, évszázadok alatt természetesen beolvadtak, és a magyarság szerves része lettek, de mint néprajzi kulturális csoport maig őrzik sajátosságaikat. Na most a 20. században, amikor a modern tudományosság ezen a területen is igazán kialakul, több kiváló embert adott Karcag a magyar turkológia és a magyar néprajz számára. Két kortársal kezdeném, a jól ismert Györfi Istvánnal. Itt róla nem akarok sokat beszélni, mert mindenki tudja, ki volt, múzeum viseli a nevét. A másik pedig, aki különben jó barátja és ismerőse is volt Györfinek, az Németh Gyula. Németh Gyulát még volt szerencsém személyesen is hosszú ideig ismerni, 2 évig még tanultam is nála az egyetemen. Ő azt kell mondanom, hogy egy nemzetközileg jelentős, mai napig elismert alakja lett a turkológia tudományának. Most ezek után érdekes, hogy a Györfi István fia is, aki különben egyik legnagyszerűbb magyar történész lett, a Györfi György, törököt tanult Németh Gyulánál, és a doktori disszertációja, mielőtt végleg a magyar történelem területére ment, az a Besenyők magyarországi letelepedése volt, tehát ez a munka is erős turkológiai ismereteket feltételezett. És nem akarok senkit kiadni, de így jelentőségbe gondolkodom még Karcagnak ki ilyen szülötte, aki a turkológiában jelentés eredményt ért el, akkor azt kell mondanom, hogy Mándoki Kongur István barátom jut eszembe, aki szintén karcagi volt, 5 évig egyetlen évfolyamtársak is voltunk, nagyon jól ismertem őt, és hát sok érdekes dolgot írt, de hát tragikusan fiatal, 47 évesen meghalt, és sok mindent magával vitt így sajnos. Úgyhogy röviden ezt tudnám mondani a karcagi turkológusokról. A turkológia még manapság is talál feltárásra érdemes területet a kunok nyelvével kapcsolatban. Kun, most ha leszűkítjük, mert turkológiában természetesen sok kutatnivaló van, de kun vonatkozású turkológiai téma még mindig van, mert Mándoki István, amit meg akart csinálni, lényegében csak félig vagy negyedrészt tudta megcsinálni. Itt 2 teendő van még legalábbis a kun nyelvismerete terén. A már megismert és vagy még lappangó kun tájszavaknak van egy elég nagy korpusza, amelyet rendesen fel kéne dolgozni, ezt elkezdte ő. A másik pedig nagy mennyiségű Árpád-kori és Anzsú-kori személy és tulajdonnevünk van, amelyek között nagyon sok a török eredetű, 100-as nagyságrendben. Na most ennek is a tisztességes feldolgozással várat magára. Annak ellenére, hogy nem említettem, mert nem karcagi, de egy másik kunfi, Bask Imre barátunk, aki itt szintén szerepelni fog, ő foglalkozott a névanyaggal, de egy nagy monográfia erről, a magyarországi kun nevekről még nem készült el. Úgyhogy röviden ezeket a feladatokat tudnám megjelölni a nyelvészeti kutatásban. Az újabb turkológus nemzedék is biztosítottnak látszik. Jelentkezők vannak, most, hogy így mondjam, Karcagból és Kunságból az utóbbi 10-20 évben nem volt jelentkező, mármint nálunk az egyetemen török szakon. Dr. Bask Imre a ránk maradt kun névanyagot kutatja, már több mint 2 évtized egy erről készült monográfia kiadását tervezte. Van lényeges előrehaladás, annyiban meg is tudnám mutatni, illetve tudok hivatkozni rá, hogy a Csagircsa című cikkgyűjteményes munkámnak a végén mutatok be egy kis válogatást ebből, az eddig ismert és a szakirodalomban elérhető, megmagyarázott, ismerté vált kun neveknek egy válogatását ott
láthatja az érdeklődő, de természetesen ezt folytatni szeretném, és most lényegében az azóta ismerté vált neveket, meg a régi anyagot is számítógépes adatbázisban gyűjtöttem össze, illetve tárolom, és a közszavakkal együtt kezelem őket, ami azt jelenti, hogy könnyebb lesz megmagyarázni a tulajdonneveket, ha a KUN közszóanyagot is ismerjük, tehát az alapján. Illetve a két féle anyag, a tulajdonnévi meg a közszói, illetve a tájnyelvben ismert KUN eredetű szavak egymást erősítik, tehát alátámasztják, úgyhogy az etimológia megállapítását megkönnyítik. A magyarországi KUN nyelv teljesen eltűnt, ami rendelkezésre áll, igazából nem sok. Én attól tartok, hogy 1000 szóról nem lehet beszélni, még szerintem a közelébe se nagyon juthatunk. Hajdanán, amikor a török hódoltság a virágkorát élte Magyarországon, vagy annak a leges legvégén, volt a magyar köznyelvben 1000 török, tehát oszmánli török eredetű szó, illetve hát 1000 szót ismert a köznyelv. Nem biztos, hogy aktívan használták mindegyiket, de körülbelül annyira tehető ez a szám. Úgyhogy a KUN ugye már csak azért is, mert sokkal régebben hát kihalt nyelv lett, és megszűnt, tehát nem használják gyakorlatilag, azt hiszem, hogy a 16. század óta már szinte senki nem tudott még fél mondatokat se ezen a bizonyos nyelven, tehát már csak ezért sem közelítheti meg ezt a számot a magyar nyelv KUN jövevény szavainak a száma. A legújabb kutatásokban 30-35-re tehető a biztosan KUN eredetű szavaknak a száma, amelyek a nagy része a köznyelvben is ismert, 1-2 tájnyelv van belőlük. Ezt most az alapján mondhatom, hogy Rónatas és Berta Árpád professzor, ugye Berta Árpád sajnos már nincs közöttünk, egy nagyon alapos és új etimológiai munkájuk során, amelyben újra vizsgáltak minden forrást és szakirodalmat teljesen, tehát a magyar nyelv török jövevény szavait tárgyalták újra. Ebben ők ilyen keveset láttak elfogadhatónak, tehát ami szinte biztosan KUN-ból magyarázható. Én azt hiszem, hogy azért, ha hozzávesszük a tulajdonnevekben megőrzött szavakat, meg hát a biztosan KUN-nak tartott és ismert tehát tájnyelvi szavainkat, tehát KUN eredetű tájszavakat, amelyeknek nagy része a nagy KUN-ságból került elő, illetve nagy KUN-ságban maradt fönn. Én azt hiszem, hogy talán hát a 200-at meg lehet közelíteni, de ezt is csak óvatosan merem mondani. Mert hát ugye kérdésed dolog, hogy az ember mennyire számíthat, vagy számolhat új szónak egy változatot, tehát azért ez elég képlékeny anyag. Dr. Barta Júlia népi kultúra nyelvi emlékeiről, az eddigi tájnyelvi gyűjtésekről, egy tájszótár elkészítésének fontosságáról beszélt. Nagyon örülök ennek a konferenciának. Én a népi kultúra nyelvi örökségéről fogok itt beszélni, a nyelvjárás gyűjtésről, mert szinte hihetetlen, de már a 19. század végén Papantal, Illési János, Kovács József, Turkevei, Kisújszállási és Karcagi gyűjtéseivel elkezdődött a nyelvi örökség felmérése. Tájszavakat, ízes földrajzi neveket, szólásokat, közmondásokat gyűjtöttek és közöltek az akkori egyetlen lehetőségben, ez egyetlen fórumban, a Magyar Nyelvőrben. Bár ugye több mint 100 éve elkezdődött ez a munka, azóta több folyóméterben lehetne mérni a gyűjtések anyagát, hiszen az 1960-as években épp a honismereti mozgalom fellendülésével elkezdődött egy újabb hulláma a gyűjtésnek, a néprajzi nyelvjárási gyűjtés, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyében már egyedül az országban máig tart. Tehát azt kell, hogy mondanom, hogy hatalmas anyag van, de mindezek ellenére még nem született meg egy szép,
tájszótár, ami nagyon-nagyon kellene, amit haszonnal forgathatna a nyelvész, és mindenki, akit érdekel ez a kultúra. Én erre fogom felhívni a figyelmet. Meg még arra, hogy mindnyájan tudjuk, hogy a magyar nyelv értelmező szótára 70 ezer szócikket tartalmaz, de ebben a tájnyelv nincs benne. Tehát ha valamiben mi erősek vagyunk, ha valamiben mi nagyon-nagyon jók vagyunk Európában, Az a magyar nyelv, ez a gyönyörű magyar nyelv, és itt a Kunságon, meg különösen színes ez, hiszen a Kun nyelvemlékek színezik, a Kun műveltség hatása máig érezhető. A kutatás igaz a tájnyelv kiveszőben, átalakulóban van, még mindig nem ért véget, sok még a tennivaló. A nyelv az él, a nyelv mindig alakul, a nyelv az... Nem lehet ezt mondani, hogy vége ennek, mert leredukálódott. Valóban jött egy csomó idegen szó, meg valóban vékonyodott az a réteg, akik még beszélik ezt az ízes tájnyelvet. Na de addig nem kell megijednünk, amíg az utcán azt hallom, hogy ó, jön a kotorgány idő. Veszetrongy idő jön, ez azt jelenti, ugye? Tehát ezek a tájszavak, meg főleg az állattartással kapcsolatos szókincs azért itt a Nagykunságon máig fellelhető. Most, hogy könyvemutatókat tartottunk itt Kisőszálláson, Turkevén és Karcagon is, a ősi kolléganő közreadott Vásári professzor úr által jegyzett szókészletet, 120 szóból áll ez a kungyanús szókészlet, amit még Mándoki Kongor István gyűjtött, de nem írta le a filológiáját. És a professzor úr arra volt kíváncsi, hogy vajon ismerik-e még ezeket a szavakat. Éppen tegnap este hívott fel Kisőszállásra egy tanárnő, hogy ő a 120-ból 40-et megfejtett idézőjelbe téve, ő ezt a 40-et ismerte. Most gondolja csak végig, hogy milyen óriási dolog ez, mert ez azt jelenti, hogy él ez, lappang, búvópatakként, de amikor ráirányul a figyelem, amikor összekapjuk magunkat, és rákérdezünk, hogy ismeri ezt a szót, mit jelent, akkor általában eltalálják a jelentését. Kiváló munkák születtek itt. Fazekas Mihálynak a Kunmadaras juhászatára gondolok, aki az egy monográfia, a juhászat teljes szókincsét leírta. Abból a nyelvészek még nem nagyon írtak le, nem az etimológiáját még nem nagyon nézték meg pár szónak. Mondok egyet, canga, csunga, dranka, esztrenga, minden olyan, amiben az NG benne van, az gyanús ilyen szempontból. Tehát capol például, ez egy másik szó. Nagyon, nagyon érdemes összehajolni a nyelvészekkel, illetve a nyelvészeknek beletekinteni ezekbe a szójegyzékekbe, és én remélem, hogy összeáll majd egy csapat önkéntesekből, tanárokból, hiszen kiváló nyelvművelők vannak ezen a vidéken. Talán összeáll egy csapat, és nyelvészek irányításával létrejöhetne ez a nagy álom. A Kunok népi kultúrájának és nyelvének kutatása tehát tovább folytatódik. Kedves nézőink, november 26-án hivatalosan is lezárult a kórházfejlesztési projekt. Aznap átadták a kórház felújított, megújult új egységeit. Az ott készített felvételeinket láthatják most következő Háttér című magazinműsorunk külön kiadásában. Jó napot kívánok, Balog Andrea vagyok.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kátai Program Kórházfejlesztés a nagykunságiak egészségéért című projekt záró rendezvényén. Nagy tisztelettel köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Varga Mihály miniszter urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Török Krisztinát, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségi Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatóját. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Nagy tisztelettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Nagy tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Nagy Mihály urat, a Kátai Gábor kórház főigazgatóját. Köszöntöm az önkormányzat képviselő testületének megjelent tagjait. Köszöntöm a beruházásban résztvevő cégek képviselőit, az intézmények vezetőit, képviselőit, a Kátai Gábor Kórház dolgozóit és minden kedves jelenlévőt. Felkérem dr. Nagy Mihály főigazgató urat, hogy mutassa be a beruházást. Szép jó napot kívánok, tisztelt miniszter urak, főigazgató asszony, megyei elnök úr, polgármester úr, polgármester úr, tisztelt vendégek, kedves kollégák, kedves kivitelezők és beruházásban résztvevő kollégák, munkatársak. A Kátai Gábor Kórház életében egy igen jelentős két év van mögöttünk. 2010-ben indult egy TIOK 224 projekt, amely gyakorlatilag a Kátai Gábor Kórház megújhodásának harmadik nagy lépcsőfoka volt. Miről is szólt ez a nagy projekt? Ez elsősorban a szakrendelői betegellátás területén az építészet, a labor, a központi képalkotó diagnosztika és ennek a nagy részeként a CT laboratórium, vagy a CT vizsgálóhelység, az intenzív terápiás osztály, a patológia és a beteg behívó rendszerünknek a kiépítése, felépítése történt. Miért is ilyen nagyon lényeges ez? Hát mint tudjuk jól, 2006-ban ugye annak idején tüntettünk mi itt a kórház környékén azért, hogy megmaradjon ez a kórház. Mi hittünk benne, és a mai napig is hiszünk benne, hogy ennek a kórháznak igen nagy jelentősége van ebben a térségben, és ehhez a jelentőséghez hozzá, vagy ennek a jelentőségnek a megvalósításához, a megfeleléséhez nagyon lényeges dolog, hogy az a munkahely, ahol dolgozunk, az az infrastruktúra megújhodjon. Ennek a része volt ez a pályázat is. Ezzel egy időben hasonló, nagy léptékű események, történetek zajlottak a Kátai Gábor Kórház életében. Ilyen volt idén a tulajdonosváltás, amely során a GEMSZ-hez került az intézmény, mint működtető és tulajdonos. Ugyanilyen nagy jelentőségű dolog volt az, hogy új osztályok nyíltak meg a kórházunkban, a kardiológiai osztály és a kardiológiai rehabilitációs osztály. Nagy lépés az a mi életünkben, hogy a betegellátási területünk 25 ezerrel, így most már 125 ezer emberre nőtt. 125 ezer emberért vagyunk felelősek, az ő gyógyításuk a mi feladatunk. És ehhez föltétlenül szükséges volt az, hogy egy olyan intézményt tudjunk magunk mögött, mint háttér, amely a 21. századnak maximálisan megfelel. Természetesen itt az élet nem áll meg, további terveink is vannak. Ez majd a rehabilitációs pályázat lesz, amelyben a pszichiátriai épületet kell megújítanunk. És hát nyilván, ha valaki szétnéz a házban, akkor látja, hogy még az építészetben kevés elmaradás van, de mindenképpen a fő betegellátó helyeink most már azt tudom mondani, hogy megfelelnek a 21. századnak. És engedjék meg, hogy a Kátai Gábor Kórház nevében köszönetet is mondjak. Elsősorban dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, aki annak idején még, mint polgármester indította ezt a projektet,
és át mellé ennek az ügynek. Dobos László polgármester úr, aki átvette ezt a stafétát, és teljes lelki ismerettel és munkával segítette a mi és a kórházunk ügyét. Varga Mihály miniszter úrnak, aki mint országgyűlési képviselő szintén nagyon a szívén viselt ezt a dolgot. A képviselőtestület mindig is bírtuk, és remélem, hogy a továbbiakban is bírjuk a pozitív és segítő együttműködésüket, mindig is így álltak hozzánk, és én úgy gondolom, hogy ennek a munkának az eredménye az, hogy ez megvalósulhatott. Köszönet a kivitelezőknek, a műszerbeszállítóknak, köszönöm szépen a munkatársaknak, hogy ebben a sok munkában mellettünk voltak. Itt azért megemlíteném Dezsőfi Ferenci orvosodat, aki a projektnek a szakmai vezetője volt, és egy nagyon fontos köszönet még hátra van. Köszönjük szépen a betegeinknek. Köszönjük, hogy elviselték ezt az építést, elviselték ezt a kalamajkát, ami itt volt, a malteros vödörtől a mindenféle egyéb eszközökig, de én úgy gondolom, hogy elsődlegesen ezt nekik építettük. Azért, hogy majd amikor a szükség ide kényszeríti őket, akkor valóban 21. századi módon el tudjuk őket látni. És hát zárójelben akár magunkat is, mert előbb-utóbb azért mi is betegek leszünk. De minden esetre mindenkinek köszönöm, jó egészséget kívánok mindenkinek a további munkájához, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen főigazgató úr szavait. Felkérem dr. Török Krisztinát, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatóját beszéde megtartására. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, nem csak azért, mert kicsit sütött a nap, amikor errefelé jöttem, hanem azért is, mert egy ilyen gyönyörű napon lehetek itt önök között. Szeretnék egy pár szót arról mondani, amivel úgy érzem, hogy nem más köppenyével kellene nekünk ékeskedni, ugyanis most mi fenntartóként, tulajdonosként már egy olyan kórházi beruházást kell, hogy itt lássunk, aminek az érdemei az mindenképpen a helyi közösség, a helyi vezetők és a helyi lakosság számára róhatók fel pozitív értelemben. Úgyhogy az, hogy ez a beruházás először a 224-es struktúraváltások közül most átadásra kerül, az egy nagyon különleges élmény számomra. Különleges azért is ez a beruházás, mert ennek az intézménynek több mint a kétharmad részében eszközfejlesztésre fordítódik ez a forrás, ami annyit tesz, hogy azt gondolom, hogy a gépműszerpark megújul, mindenképpen egy 21. századi digitális technikával lesz felszerelve az intézmény, ami nem csak az infrastruktúrális kubatúrájában, hanem a szakmai megfelelőség felé is viszi az intézményben ellátott betegeket, illetve az ellátás minőségét magát. Idefelé az úton olvastam a kórház történetét, amiről azt tanultam meg most, hogy 45-ben 12, kvázi hadikórházként 12 sebészszer és 12 belgyógyásszal indult, ehhez képest most több mint 540 kolléga dolgozik itt, szakdolgozók és orvosok közösen. Ebben a nehéz helyzetben pláne azt gondolom, hogy rajtuk van a világ szeme, hiszen minden olyan ellátás, ami a betegek számára a legfontosabb, csak rajtuk keresztül juthat el. Úgyhogy én azt kérem szépen a közösségtől, hogy ezeket a kollégákat tessék szíves lenni nagyon megbecsülni. Volt egy kérdés számomra, hogy mennyire fontos az intézmény, vagy az önkormányzatok számára maga az intézmény. Én azt gondolom erről, hogy függetlenül attól, hogy az önkormányzati állami tulajdoni formából átment a mostani intézményrendszer egy központi állami tulajdoni formába, a feladat egy cseppet sem változott. Az itteni lakosságnak, a közösségnek, a betegeknek az ellátása és a nagyon szoros kapcsolatfenntartás az itteni helyi vezetőkkel. Ez azért is fontos, mert csak együtt és közösen tudunk bármilyen fejlesztési irányt a jövőben meghatározni a térségben. Ezek a fejlesztési irányok már most hál' Istennek látszódnak, hiszen most pontosan tudom, hogy van olyan képzési projekt, amin a kórház indult, megnyerte, van olyan térségi egészségfejlesztési projekt, amiben szintén indult a kórház, foglalkoztatási pályázatunk is van, és hát természetesen itt van, amit főigazgató úr említett, a következő pályázat a pszichiátriának a felújítása, amelyben szintén remélem, hogy segítséget tudunk nyújtani, hogy minél gyorsabban és szebben alakuljon ez a helyzet. Én nagyon szépen köszönöm, ugyanúgy, hogy főigazgató úr mondta, minden egyes résztvevőnek ezt a munkát, és azt kell mondani,
hogy azon kevés intézmény közé tartozik ez a kórház, amikor az átadás átvételi jegyzőkönyveket olvastuk, ahol kaptunk egy ilyen jegyzőkönyvet, hogy sürgős intézkedések. Itt nem voltak szükségesek sürgős intézkedések, úgyhogy az eddigi munkát, aminek során egy nagyjából a mostani helyzethez képest gazdasági helyzetét tekintve kiegyensúlyozott intézményről van szó, ami azért is különleges egyébként, mert ebben az évben a kórháznak nagyon sok forrást kellett fordítani ennek az uniós pályázatnak a befejezésére. Tehát egy kiegyensúlyozott gazdasági helyzetben lévő kórházat látunk, egy nagyon jó vezetést, azt gondolom, mind a főigazgató, mind a gazdasági területen, és fantasztikus jó projektmenedzsment csapatot, aki eljutatta ilyen gyorsan ezt a beruházást a végére. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, nagyon, mert nem tudnék mindenkit felsorolni, ezért nem is akarok neveket említeni, nehogy véletlenül valakit kihagyjak, de remélem, hogy a következőkben még egyszer legalább rövid időn belül a DAOPOS pályázatnak itt lehetünk az átadásán. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen főigazgató asszony szavait! Most felkérem Varga Mihály miniszter urat beszéde megtartására. Köszönöm szépen, jó napot kívánok én és mindenkinek, tisztelt főigazgató asszony, igazgató úr, miniszter úr, elnök úr, mindenki, aki eljött ma a polgármester úr erre a mai alkalomra. Kicsit jó érzés is, hogy egy kórházban nem azért gyűlünk össze ilyen sokan, mert influenza járvány van, vagy valamilyen tömeges ragály tört volna ki a városban, vagy a város környékén, hanem azért, mert újabb állomásához érkezett el egy beruházás, egy újabb olyan fejlesztési ponthoz, amit emberek vagyunk, szeretnénk megünnepelni. És ez mindenképpen fontos, kapcsolódva a főigazgató asszony szavaihoz, én is azt gondolom, hogy egy olyan jelentős állomáshoz érkezett el a karcagi kórház megújulása, amit érdemes ilyen ünnepi körülmények között is megünnepelni. Mindez nem következett volna be persze akkor, hogyha a karcagiak, a karcagi városvezetés, mindenki, aki karcagiért dolgozik, nem lett volna eltökélt abban, hogy ez a megújulás bekövetkezzen. Hiszen tudjuk jól, hogy egy ország, egy központi állam, egy központi vezetés mindig azokhoz a programokhoz tud kapcsolódni, amit helyben indítanak el, vagy amit helyben kezdeményeznek. És örömteli volt, hogy az elmúlt években a karcagiak és karcag környékiek ragaszkodása a kórházhoz az változatlan volt. Voltak persze hullámok, amikor úgy tűnt, hogy még a karcagi kórház működése, fennmaradása, puszta léte is megkérdőjeleződik, de ezek az idők szerencsére elmúltak, és most már nyugodtan lehet azon gondolkozni, hogy a most megvalósult fejlesztések, beruházások után melyek lesznek majd azok a beruházások, amelyekre még a karcagi kórháznak szüksége van. Köszöntöm közben államtitkár urat, Miklós csatlakoz hozzánk. Azt gondolom tehát, hogy nekünk ezen az úton kell tovább lépnünk. A 2010-es kormányváltás után a kormány számára világos volt, hogy van néhány olyan kiemelt terület, amelynek a megújítására szükség van, és vannak olyan célok, amelyeket ebben a kormányzati ciklusban el kell érni. A gazdaság területén ilyen az államadósságtól való megszabadulás és a munkahelyek teremtése, minél több munkahely létrehozása az országban. De a társadalompolitikai célok között világos volt, hogy van 2-3 olyan terület, amelynek az elmúlt 20-30 év után a megreformálása, az átalakítása halaszadatlanná vált. Ilyen terület az oktatásnak a területe, és ilyen terület az egészségügynek a területe is. Ezért ennek a kormánynak egy világos célja volt az, hogy a meglévő, elindult helyi, vagy akár országos szintű fejlesztéseket tovább folytassa, és ha van arra mód, ha van arra energia, erőforrás, akár hazai, akár uniós forrásból, akkor ezeket a fejlesztéseket tovább vigye. Úgyhogy ennek a jegyében telt el az elmúlt két esztendő is. A főigazgató asszony felvillantotta ennek néhány elemét. Én azt gondolom, hogy a következő másfél-két esztendő is arról fog szólni, hogy az intézmény átvétel és a tulajdonos váltás után ezek a fejlesztések ne álljanak meg, és ne maradjanak félbe, hanem folytatódjanak, hiszen itt Karcagon is még látjuk azt, hogy a elhalasztott 40-50 éves elmaradásnak milyen részeit kell még pótolni. Ha már a tulajdonváltást említettem, azért egy mondatot hagyd tegyek ehhez hozzá, hiszen a karcagi önkormányzat az elmúlt években a jó gazda gondosságával járt el a kórházzal szemben. Világos volt azonban, hogy hosszú távon
egy 20 ezeres város nem tudja olyan módon működtetni és fenntartani ezt az intézményt, amire egy 125 ezeres vonzás körzetű területnek szüksége van. Ugye ismerik jól a körzetnek az adottságait, tudjuk jól, hogy a környékbeli települések, Merekfürdő, Kumadaras vagy mások milyen anyagi forrásokkal rendelkeznek. Ezért szerintem nem hátrány, hanem előny származott abból, hogy ez a váltás megtörtént, hiszen az állam tudja hozzátenni azokat a fejlesztési forrásokat, amelyekkel ezek a beruházások biztonságosabban valósítottak meg. A kórház pedig ide épült, itt van, itt is fog maradni, senki nem fogja arrébb tolni vagy elvinni innen. Nem háborús időket élünk, bár időnként napi sajtót olvasva az embernek ez a benyomása van, de nem arról van szó most, mint a II. Világháború után ide költöztetnek egy kórházat, és ezt bármelyik pillanatban el lehet költöztetni, nem. Ez egy kórháznak épült épület, kórházként működik, és kórházként is fog a jövőben működni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyilván egy ilyen alkalommal az ember egy intézményhez is kötődhet érzelmileg. Nekünk itt élőknek nagyon fontos az, hogy ez a kórház megmaradjon. Sokan itt születtünk, szüleink, nagyszüleink is ide kerültek be, amikor betegek voltak, az életük egy szakaszon úgy hozta. Mi tehát ugyanazzal a jó érzéssel és jó gondolattal, ugyanazzal a ragaszkodással fogunk ez a kórházhoz kötődni, mint eddig. Ez a kórház tehát egy jelentős állomáshoz érkezett, ennek örüljünk valamennyien. Nagyon bízom benne, hogy lesz a következő másfél-két esztendőben is még alkalom arra, hogy egy ilyen ünnepi alkalomkor jöjjünk össze, és megünnepeljük azt, hogy a kórházunk fejlesztése, a kórházunk előlépése megtörtént. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen miniszter úr szavait! Most felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat beszéde megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is szeretnék mindenkit üdvözölni, és szívből gratulálok ehhez a rendkívül fontos projekthez, ahhoz a beruházáshoz, amely most zárul. Fölírtam, hogy ez egy 1,5 milliárd forintos program, rendkívül jelentős a kórház életében, és a nagyságon mutatja azt a város életében is egy kiemelkedően fontos fejlesztés. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki részese volt ennek, az önkormányzatnak, illetve korábbi önkormányzatoknak is, hiszen az előkészítés az jó pár évvel ezelőtt kezdődött. A kórház vezetésének, az itt dolgozóknak, a kivitelezőknek, az Integra konzultingnak, amely bonyolította ezt a beruházást, és mindenkinek, akinek a kezem munkáját most láthatjuk az épületen, az itt elhelyezett műszereken, gépeken, berendezéseken. És amikor ezt a beruházást méltatjuk, akkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez már a harmadik lépés volt a kórházi fejlesztések sorában. Annak idején 2000 környékén indult az első rekonstrukciós ütem, és tudtuk valamennyien, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Úgy kell a kórházat felújítani, modernizálni, hogy közben a betegellátásra is szükség van, a szolgáltatásokat biztosítani kell. Nem maradhat el egyetlen műtét sem, nem lehet elküldeni a betegeket, látszik most is zajlik a kórház minden nap élete. Szolgáltatni, gyógyítani, ápolni szükséges. Én örülök, hogy ezeket a célokat el tudta élni a kórház, a fenntartó önkormányzat, most pedig az állami fenntartó. Azt, hogy legyen megújulás, legyen technikai, műszaki, építészeti fejlesztés és felújítás, és közben a térség számára és a szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások azok folyamatosabb legyenek. Gratulálok mindehhez. És külön ki szeretném emelni, hogy olyan modern radiológia központi labor épült, amelyre nagy szükség van, hogy a kunsági tiszavidéki emberek olyan egészségügyi ellátási színvonalban részesüljenek, mint az ország más részein lakók, illetve amit adó TV formájában befizetnek, a szolgáltatások formájában vissza is kapják. Az pedig, hogy egy új CT berendezés kezdte meg a működését, az azért is fontos, mert évtizedes vágya a térségnek, hogy itt Szolnok és Debrecen között ez a funkció végre meglegyen a Karcagi Kórházban. Életmentő, gyógyászati funkciónak számít, és ezen keresztül lehet azt elmondani, hogy világszínvonalú ellátást képes biztosítani a Karcagi Kórház az itt élő emberek, az itteni betegek számára. Az is fontos, hogy határidőn belül és a pénzügyi kereteken belül készült el a munka. Általában a határidő csúszásokra és a keretek túlépésére fel vagyunk készülve.
ez egy különösen alapos, precíz tervezést és végrehajtást mutat. Tisztelt hölgyeim és uraim! És hogyha ez a jelen pillanat, amely ünnepi, arra inspirál bennünket, hogy visszatekintsünk az elmúlt néhány évre, én is szeretnék kiemelni pár mozzanatot. Hozzá tartozik, hogy ezeket már többen hallották tőlem, hiszen jó néhány átadáson vagyunk keresztül. Ünnepi alkalmak ezek a kórház és a város a térség életében is, de egy ilyen ünnep mindig a visszaemlékezés által emelkedhet igazán komoly magasságúba és válhat emlékezetessé. Többen vagyunk itt, valamikori képviselőtestületi tagok, jelenlegi testületi tagok, városi vezetők, miniszter úr, akik annak idején kemény küzdelmet folytattunk a kórház létéért. Ez elhangzott az imént is. De hogy ez pontosan mit jelentette, hát azért az előző két ciklus szocialista kormányzat alatt legalább két vagy három elvetélt egészségügyi reform feltételei mellett kellett helytállni, és ahonnan kiindultunk, az egy olyan 2012 utáni állapot volt, amikor a Karcagyi Kórház nem szerepelt a térképen sem, mint olyan intézmény, amelyre szükség van a jövő Magyarországánál betegellátás szempontjából. Tehát ez volt az abszolút zéró, innen kellett elérni az, hogy folytatódjon a rekonstrukció, a kórház megkapja a támogatásokat, és olyan forrás elvonások voltak, hogy több száz millió forintos adósság nyomta ennek a kórháznak a vállát pár évvel ezelőtt. A fejlesztéseknél el lehet képzelni, hogy milyen perspektíva elé nézett az intézmény. Ezeket a hátrányokat tudtuk legyűrni a kósági, karcagi, tiszavidéki emberek támogatásával a hátunk mögött, és köszönhetően az önök segítségének, akik most is itt részesei vagyunk a ünnepi pillanatnak. Túléltük ezeket az egészségügyi reformnak titulált valamiket, a káoszt, a ellátás átszervezésének rémítő képeit, ahol minden döntés abban az irányban próbált mutatni, hogy itt aztán Karcagon lehetőleg minél kevesebb feladat maradjon, és az emberek menjenek ki tudja hová, és így tovább. És most, amikor egy jól átgondolt, bár nem könnyű, de jól átgondolt államszervezet átalakítás zajlik és egészségügyi reform, elmondhatjuk azt, hogy a Karcagi Kórház feladatköre, perspektívái, megítélése az a helyére kerül. Igenis, szükség van a kórházra, ezt mutatják a fejlesztések is, az, hogy az ellátási körzet is növekedett, hiszen logikus, hogy akik itt és a környékben élnek, ne kelljen elutazniuk 50-100 kilométerekre, és még tovább akkor, hogyha az ellátást meg tudják kapni, és a perspektíva is kirajzolódik, hiszen olyan beruházásokra van még lehetőség, amelyeket valamennyi szereplő elfogad és támogat. Mert jól átgondolt, hosszú távú fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a kórház az megmaradjon, ehhez a feltételek adottak, és nagyon fontos az itt dolgozók, a kórház alkalmazottainak, munkatársainak lelkiismeretes szolgálatkész munkája is, hiszen meggyőződésem ma az egészségügyben különösen olyan feltételek között, amely bizony nem könnyű környezetet jelent, elhivatottság, küldetéstudat is kell ahhoz, hogy valaki helytálljon. És ebben a munkában, ebben a szolgálatban számítunk mindenkinek. A magyar állam a feltételeket tudja biztosítani, látszik az, hogy az épület, a gépek, a berendezések azok megvannak, de mindez egy holtőke az egészségügyben dolgozók elkötelezettsége nélkül. Én szeretnék sok sikert kívánni mindenkihez a hétköznapi munkához és azokhoz a fejlesztésekhez is, amelyek szépen körvonalazódnak, és bízom benne, hogy még sok ilyen alkalomnak leszünk a részesei, és sok olyan hálás beteggel találkozhatunk, aki innen gyógyultan távozik, aki elégedett a szolgáltatásokkal, aki magáénak érzi a Karcagi Kórházat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen miniszter úr szavait, felkérem Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket ezen az ünnepi napon, és ahogy miniszter urakat hallottam a legnagyobb szakértelemmel beszélni az egészségügy gondjairól, így minden pontot így húztam ki, amit nekem memorizálnom kellett, hogy bár ismétlésre tudás adja, de én nem fogom újra elmondani az összegeket, és mindazt a fejlesztést, ami itt történt. Annyit nagyon fontos elmondanom, hogy amikor az átalakításokat, a rendszer újra szervezését végig gondoltuk, akkor megnéztük a hozzáférési idő, a betegutak, a bonyolult ellátások betegútjait Karcagon túl, és igazából azt láttuk, hogy itt egy ellátóhelyre szükség van.
és akkor az, hogy egy ellátóhely milyen színvonalon működik, és milyen minőségben látja el a helyieket, a kistérségből érkezőket, az nagyon nem mindegy nekünk, tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Karcag működjön, jól működjön, és jó minőségben lássa el a polgárokat, akik ellátásra ide jönnek. Úgyhogy ebben egy nagyon komoly állomás ez a fejlesztés, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogyha bárki aggódna a kórház jövőjét, ezt most 5 évig fönn kell tartanunk, tehát erre már jogi kötelezettségük is van, úgyhogy mindenki nyugodtan gondolkodhat az innováción, a betegutak észszerűsítésén, hogy hogyan tudják a betegék életét jobbá tenni. Nagyon szeretném megköszönni mindannak, aki megálmodta, aki megtervezte, aki megépítette, annak is, akik végig verekedte az uniós projekt bürokrácián a program megvalósítását. Gondolom itt is sokan reggel keltek és nézték, hogy minden úgy alakul, ahogy kell. Az elszámolásokat végig verekedték, úgyhogy ez egy nagyon komoly munka volt. Biztos a szívük, lelkük itt van minden téglában, minden csempében, úgyhogy a művük sikerült. Köszönöm az építőknek a munkáját, és azt kívánom, hogy mindenki ilyen körülmények között gyógyulhasson az országban. De sokszor megkapjuk az egészségügyben azt, hogy így rossz, úgy rossz, amúgy rossz. Én akkor szeretném mindenkinek az emlékezetébe idézni, hogy több tucat ilyen jellegű beruházás van folyamatban a Magyarországon. Tehát amilyen más körülmények között gyakorolhatják a szakmát a munkatársak, és más körülmények között gyógyulhatnak a betegeink, és Közép-Kelet-Európában egyedüliként Magyarországon béremelést tudtunk végrehajtani a gazdasági világválság körülményei között. Vegyék ezt egy nagyon komoly jelzésnek, hogy az egészségügyre odafigyelünk, és mindent megteszünk azért, hogy ez a folyamat folytatódjon. Abból a helyzetből, amiben a fazekas miniszter úrnak a gondolataiban én is visszagondoltam oda, hogy honnan is indultunk, honnan, milyen gyalázatos válságkörülmények között kell nekünk rendet tennünk az egészségügyben, milyen módon örököltük meg, milyen körülmények közé sodorták az egészségügyet. Ez egy céltudatos, apró munkával helyre tehető. Vegyék jelzésnek, hogy ezt a munkát mi elkezdtük, és minden pillanatban, amikor ezek között a falak között gyógyítanak, a jövőre gondoljanak is arra, hogy egy ilyen világválság körülményei között minden nap jobban kell tudni szeretni a betegeinket, mert nagyon nagy szükségük van ránk. Köszönöm szépen a munkájukat, az áldozatvállalásokat, és gratulálok a fejlesztéshez. Köszönjük szépen államtitkár úr szavait! Most fogadják szeretettel a Kátai Gábor Kórház Madison kórusának műsorát. Pásztor, pásztor, hagyd a dalkos, száll a sík szó, mint a nyár, és ha véget ér a játék, rám csak könnyek bánat vár. Esküvésnek cifra szónak, egy a vége, fáj a szív. Hagyjuk hát a szemre hányás, szól a síp szó, táncra hív. Szól a síp szó, szól a síp szó, szól a síp szó, igazítsad jól a lábod, tíz farsangja, hogy már járod. Hajdana, damaj, dana, damaj, dana, 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 damaj, dana. Hely, ez a kislány, anyám fia, na szereti, az apám fia, na dana, 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 dana. Dana, 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 dana
Édes rózsám járó, országút visz Fehérvárig, széles a két áró. Itt te drá, úgy te drározik a terike marcsa, kinek egy a lincs, el a kötőfjéken tartsa. Kis belényes, igen kényes, ott terem a jóból, nagy szalonta, sok szalonka, ott vadászni jósor. Itt te drá, úgy te drározik a terike marcsa, rohos, kócos, lassan, kéles, öreg kutya farka. Kifogtunk a kükülőből három rocska rákot, lábunk csattog az iszabban, megtöltjük a zsákot. Itt te drá, úgy te drározik a terike marcsa, szóval vissza pillanat mögünk, mint a kapu kulcsa. Itt te drá, úgy te drározik a terike marcsa, szóval vissza pillanat mögünk, mint a kapu kulcsa. Köszönjük szépen az előadást! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bejelentem, hogy szalagátvágás következik. Felkérem Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor miniszterurakat és Szucska Miklós államtitkár urat, hogy vágják át az átadást jelképező szalagot. Érdekességként megemlítem, hogy a szalag átvágásához azt az ollót fogják használni, amely ma már relikvia, hiszen 1967-ben is ezzel az ollóval vágták át a kórház átadását jelképező szalagot. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk leveleiket, e-mailjeiket, telefonhívásaikat műsorainkkal kapcsolatban, illetve kérjük Önöket, hogyha bármi érdekeset, fontosat, rendkívülit látnak a városban, az utcákon, akkor azonnal szóljanak nekünk, hogy minél hamarabb tudjuk Önöket tájékoztatni. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.